A közvilágítás karbantartása és a villamos energiaszolgáltatás egy esetleges új alternatív megoldásáról tárgyalt első napirendi pontként a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. A meghívott cég képviselője bemutatójában elmondta, hogy naperőművek építésével is foglalkoznak, és a piaci árnál olcsóbban is tudnak biztosítani villamos energiát a társulás önkormányzatainak. A 10 napirendi pontot tárgyaló teljes létszámban megjelenő társulási tanács többek között döntött a Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködési megállapodásról is. Innentől fogva minden olyan információ, amely az ő vagy a város birtokába kerül, megosztjuk egymással. Kaposmenti munkaszervezettel együtt tudunk dolgozni, hiszen azt gondolom, ez nem meglepő, annak a munkaszervezetnek 5 évig én voltam a vezetője, tehát azt gondolom, hogy ez az együttműködésnek az alapjai jók, és továbbra is így fognak maradni. Nyilván a város szempontjából, és ezt mindig el szoktam mondani, több humán erőforrás és minőségi szakemberek vannak, mint egy kis településen megtalálhatók, ez nyilván a település üzemméretéből adódik. Az idén július 1-től hivatalosan is becsatlakozó Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködés fogadta el most egyöntetűen a 15 polgármesterből álló tanács. Egy ugyancsak a társulás működését jelentősen meghatározó szervezet tevékenységéről és költségvetéséről is döntöttek. 2007 óta a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó és biztosító segítőkéz alapszolgáltató intézmény ezévi költségvetését is egyöntetően elfogadták a Kaposmenti térség polgármesterei. Kettő fontosabbat emelnék, ez egyik a 2020 évi költségvetésünk, ami a társulás egész évi működését alapokban vagy alapjaiban határozza meg, közt az intézményünk, egyetlen intézményünk, ami szociális ellátásokat foglal magában, annak az egész éves működését, és mind a 16 település tekintetében szolgáltatást nyújt. A költségvetésben jelentős változás az elmúlt évekhez viszonyítva nem történt. Az év elején bejelentett és azóta hatályba lépő bérminimum növekedés miatt, és hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény bevételi és kiadási egyensúlya megmaradjon, 1,7 millió forint értékben önkormányzati hozzájárulást kért az intézmény, amit elfogadott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A hozzájárulást elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók béreinek és járulékainak emelkedése indokolta. A segítőkéz alapszolgáltató intézmény házi segítségnyújtás tevékenysége során összesen 83 főt lát el.